tegnapi utolsó munka, az meg is beszéltük, meg nyilván éreztük mindannyian, hogy nagyon erős volt, meg hatott ránk. A bennünk zajló folyamatokra milyen hatása lehet, vagy van ez, amit tegnap láttunk, vagy átéltünk? Van egy embernek egy élete. Az ideális az, hogy ez egy kör, tehát egy telítettség. Ez az ideális. Hát én azért nagyon nincsen, tehát elég egy e-mail, egy SMS, vagy a szomszéd fűnyírója vasárnap reggel, és már is horpad az egész. Akkor, amikor tanulunk, és olyat tanulunk, amitől fejlődünk, hogy akkor nem csak növekedés van, hanem átstruktúrálódás, és ez a folyamat gyakorlatilag kiegészíti a hiányzó részeket. Tehát kitölti azokat a területeket, ahol ilyen horpadások vannak. Ez addig marad fenn, ameddig az az energia, az az információ ott tudja tartani az embert. Mert nem véletlen ott horpadunk be, mert ott van egy sérülésünk. Ott valahogy merev a rendszer, nehezen is lehet így kiegészíteni, tehát ez megint csak egy ideális dolog, hogy egy folyamat alatt ez így megtörténik. Inkább arról van szó, hogy jön valami, ami telített információval, energiával, és csak egy dolgot tud megoldani számodra, az összes többi az annyira nem. Az is lehet, hogy olyan ponton meg tudja fogni a problémákat, hogy több helyen is elkezd növekedni az ember, vagy elegendő, mert egy stratégiai ponton fogtuk meg, tehát ha itt jól mennek a dolgok, akkor máshol is jól mennek a dolgok. Tehát például, ha a családban jó minden, akkor a munkában is nagyjából jó, bejön a hülye, fölbassza az agyunkat, nem számít, kibírjuk. Miért? Mert a családban most minden oké. Családban nem jó semmi, nincs is hülye a cégben, akkor is idegesek vagyunk, akkor is vagdalkozunk. Tehát bizonyos dolgok fontosabbak, és tudják tolni a többi dolgokat. Ugyanígy persze lehúzni is. Ez egy normális folyamat. Amit kapok, az fog nőni. A tegnapi folyamat viszont más volt. Ugyanúgy van az ember a valamilyen életével, és tegnap két különböző impulzust adtunk. És ennek a két különböző impulzusnak kellett megkreálnunk egy rendszert. Ez a rendszer azért érdekes, mert nem a problémát fogja meg, mint itt egy konkrétum. Erőre van szükséged, kapod az erőt. Egy információra, konkrét információra van szükséged, kapod az információt. Egy konkrét struktúraváltásra van szükséged, megkapod azt a struktúraváltást, tehát változik az a struktúra. Itt viszont kapsz egy plazmikus mezőt, és ez a plazma, amikor létrejön, akkor létrejön benned is, ugyanúgy, és ez elkezd sugározni. Nincs konkrétum. Mindenre hat. Olyan, mint egy ősrobbanás lenne. Minden információ benne van. Ez nem igaz, ez most csak példa. Tehát nincs benne minden információ, csak olyan. Számodra egy olyan hatás. Belül születik meg, és nem kívülről jön beléd. Ez a struktúra,
Ezért tulajdonképpen nem úgy megy, hogy van egy erőhatás, hanem úgy megy, hogy elkezd növekedni, és azzal együtt benned is elkezd növekedni. Egyszerre történik. Itt, 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 mindenhol, bárhol, ahol kapcsolatba kerül. Ez egyfajta szerelem modell. A szerelem pontosan így születik meg. A szerelem nem úgy születik meg, hogy mész, meglátod, szerelmes vagy, és elindul egy hullám, az eléri őt, meglöki, onnan néz, és szerelmes lesz. A szerelem úgy zajlik, hogy megszületik benned, kapcsolatban vagy a másikkal, és a másikban is megszületik, és egyszerre nő. És kettőjük között se tér, se idő. Ez a szerelem. Ezért a szerelem struktúrája fontos. De az egy olyan minőség, amit el kell érni. Az az életben sem adatik meg mindig. Ez az életben is csak néhány van. Csak az kitart egy folyamatban. Olyan, mint egy csillagképződés, mintha egy csillagot születtetnénk meg, és ahogy ez megszületik, megszületik itt is. Mint hogyha ez egy galaxis lenne. És akkor mindenhol ez a mező elkezd növekedni, és szépen kiteríti az életedet. Többet, mint ami vagy. Mert nem a konkrétumot hozzon kötve. Nem tudsz ellenállni neki. Nem baj, ha van gátlásod. Nincs hozzá köze. Nem baj, ha nem értesz egyet a Pitagorosz tétellel. Nincs hozzá köze. Nem baj, ha nem értesz semmit. Nincs hozzá köze. A diplomás, a nem diplomás, a féllábú, a háromlábú, pont ugyanúgy tud szerelmes lenni. Nincs hozzá köze. Semmilyen konkrétumhoz. És ha szerelmes lesz, akkor minden rendben van. A társadalom odaállhat mellé, és azt mondja, hogy jó, de csak szerelmes vagy, de közben szegény. Te szerelmes vagy, de közben beteges. Te szerelmes vagy, de közben hülye. Nem, boldog vagyok. Mert szerelmes vagyok. A társadalmi elvárásoknak nem felelek meg. De a nap megfelel a társadalmi elvárásoknak, mint egy csillag. Egy másik csillag megfelel a társadalmi elvárásoknak. Elviszi egy csillag a gyerekét az óviba. Befizeti az adót. Reggel, mikor felkel a nap, akkor nagy gázfröccsel indul, hogy bömböljön a 12 henger. Este smokingba megy szépen aludni, kortyogatva pezsgőt. Az univerzumban ilyen nincs. De mi galaktikus objektumok vagyunk. Nem társadalmi elemek. Elsősorban galaktikus objektumok, sokat sorban társadalmi elemek. Ezért a mi egészségünk, a mi boldogságunk nem a társadalmi dolgoktól függnek, hanem a galaktikus szituációktól. A tegnapi munka egy galaktikus szituáció volt. Nincs köze a társadalomhoz. Nem tud lefordítani, hogy hogy lesz ez jó az életedben, mint ahogy azt se tud lefordítani, ha szerelmes vagy, hogy hogy lesz az jó az életedben. Mert hogy a főnököd nem fog örülni neki, az biztos. Hogy otthon a feleséged kurvára nem fog örülni, az is biztos. Te csak boldog vagy. És megtörtént veled.
Ezért mindenkire együttesen hat. Ha ilyen modellt tudunk építeni, akkor minden hibát ki tudunk kerülni. Nem is kell foglalkozni a hibákkal. Nem számítanak. Ezért a videó nem is adja vissza a munkát. Nem képes visszaadni. Leköt, meg felhozza az emlékeket, most egy idegen ember megnézi. Király, ki koreografálta? Miért nem mennek tanulni, táncolni? Az idegen számára. Nem fog átjönni feltétlen. Lehet, hogy egy kicsit leköti, lehet, hogy egy kicsit érdekes. Nem ugyanaz az élmény. Mert a videón nem éppen megszületik. A videón visszanézzük a születést. Ha visszanézi bármelyik barátod, a gyereked születését, mert fölvesszük videóra, akkor nem fogja elsírni magát. Na, de jó, vér, plazma. Ez lesz a életed legnagyobb eseményéből, amit ott átérsz, és kitörölhetetlen az emlékedből. Miért? Mert éppen született. És vele együtt, veled is, benned is megszületik valami. Megszületik a gyerek, és benned is megszületik valami, mert megszületik egy galaktikus objektum ebbe a zónába, és ez benned is megszületik. Akkor is megszületik, ha nem vagy ott. Mert hozzád tartozik. De a kollégádhoz, a barátodhoz nem tartozik benne, nem születik meg. Akárhányszor nézi a fényképeket, vagy a videót, szívesen átkapcsol egy másik műsorra. Így, ha az ilyen videót visszanézed, az emlékek jók, látszik rajta egy csomó jó megoldás, látszik az energia, látszik az, hogy más a mozgás. Tegnap másképp éltük meg, jobban átérve, hogy más a mozgás. Ma már részleteiben jobban látjuk, ott van az a régi mozgás, egy kicsit, ott van ez. De az ugye nem számított tegnap. Mert csak a megszületés számít, semmi más. Átjön nagyon sok minden. És nem mondom azt, hogy nem hat a videón keresztül. Igenis hat. Csak nem ugyanaz a hatás, mint esetleg volt. Nagyon erősen hatott az, hogy az utolsó számnál, ahogy megteremtődött a három női minőség, a női minőség, a női szabadság. Bárcsak az életben így élnének a nők. Bárcsak az életben a nők ennyire éreznék, hogy ők egyediek. És nem számít, hogy szépek vagy nem, mert az egyediség önmagában gyönyörű. Bárcsak ilyen szabadok lennének, hogy a területük tiszteletben van tartva. Bárcsak ilyen szabadok lennének, hogy a szükségleteik ki vannak szolgálva. És bárcsak ennyire szabadok lennének, hogy be tudják fogadni azt, ami körülöttük van. Mert akkor automatikusan mindenki oda tud fordulni a nap felé. Szabadon, úgyhogy mindenkinek jut. És szabadon struktúrálódhat a társadalom. De a társadalom nem ilyen. A társadalom ilyen. Mert a fikció az nem plazmikus. Az logikus. Ugyanez elmondható a férfi minőségről tegnap. Csak tegnap a női minőségen keresztül történt a fúzió. Csak ennyi a különbség. Lehet a férfi minőségen keresztül is ugyanezt a modellt fölépíteni, és ugyanilyen munkát. Csak tegnap nem ez történt. Ezért ezt emelem ki.
a férfiak változtak erre a női minőségre. Tegnap egy ilyen rendszer volt. Köszönöm. Nagyon szívesen.